Szerintem, ha nem hiszel magadban, akkor képtelen vagy jól játszani. Az első és legfontosabb dolog, hogy hinned kell önmagadban. Szükséged van önbizalomra. Ha ez nincs meg, akkor semmire sem fogsz menni. Nem gondolkodhatsz azon, hogy ő vagy ő jobb nálad. Úgy kell hozzáállnod a dolgokhoz, hogy te vagy a legjobb, és akkor minden rendben lesz. Az iménti mondatok annak a labdarúgónak a szájából hangzottak el, aki egyedülként képviseli a magyar NB1-et az idei világbajnokságon. Muhammad Besic 2012 őszén igazolt a Ferencvároshoz. Rövid idő alatt alapemberré vált, és beverekedte magát a bosnyák válogatott kezdő 11-jébe is. A 21 éves védő sűrű napokat élt meg elutazása előtt, így mi sem raboltuk az idejét, kulcsszavakat adtunk meg neki, ő pedig elmondta az első dolgot, ami az eszébe jutott róluk. Kendőzetlenül, őszintén. A Ferencvárosnál minden rendben van. Nagyszerű a csapat, a szurkolók is fenomenálisak. Új stadion épül, az edzőkomplexumunk is vadonatúj, Budapest is nagyon tetszik, ezért is döntöttem úgy, hogy ideigazolok. Ricardo Moñizzal dolgoztam együtt a Hamburgnál, mikor még csak 16 éves voltam. Aztán egy napon felhívott, én pedig szívesen jöttem ide. Nagyszerűek. Tényleg alig várom, hogy az új stadionban lássam őket. Nagy dolgokra lehetünk képesek, akár az európai porondon is velük. Játszottam már több csapatban, Hamburgban például 50 ezer ember előtt. De a Fradi kemény magja, hát az ultrák, tényleg lenyűgözőek. A szüleim Boszniából származnak, ők ott is születtek. Már egészen kiskoromtól kezdve úgy neveltek, hogy én bosnyák vagyok. Minden odaköt. A rokonaim nagy része a mai napig Boszniában él. Számomra nagyon fontos a nemzeti kultúra, ezt nevelték belém. Egyszerűen csak Németországban születtem. Mi bosnyákok a válogatottban harcolunk a hazánkért. Már sokszor mondtam a többieknek is, hogy a magyar srácok nagyon technikásak, de úgy gondolom, hogy nincs szívük. Az első pár nap biztosan nehéz lesz. Nagyon oda kell majd figyelnünk, nehéz a csoportunk, Argentina, Nigéria és Irán vár ránk, de ha minden jól alakul, odaérhetünk a csoport második helyére. Nem gondolkodom Lionel Messin. 11 argentin ellen játszunk majd, nem csak ő lesz a pályán. Ugyanúgy teszem majd a dolgomat, mintha bárki más ellen játszanék. Úgy érzem, vagyok elég jó a feladathoz, és talán nem is lesz olyan nehéz dolgom. Azt mondanám, hogy Ibrahimovic talán jobb játékos, de bosnyákként azt mondom, hogy Dzeko jobb nála. Először is szeretném kiélvezni, hogy ott lehetek egy világbajnokságon, ott lehetek Brazíliában. Aztán utána visszajövök majd ide és meglátjuk, hogy mit hoz az élet. Még sok dolog történhet addig. Egyelőre csak azért a fejemben, hogy ha az edzőm számít rám, akkor ne okozzak csalódást, és minden percet kiélvezzek. Aztán ha esetleg jön egy ajánlat, akkor az már Kubatov Gáboron és a vezetőkön is múlik. Van egy rituálém, amit minden meccs előtt végigcsinálok, de inkább megtartanám magamnak, mert félek, hogyha kiderül, akkor már nem hoz majd szerencsét. Ha nem sérülök meg, ami persze sajnos bármikor bekövetkezhet, akkor szerintem szép jövő és nagy karrier áll előttem. Én így gondolom.